színházzá alakult egy estére a Székelyhídi Múzeum Szent László aulája. Csomor Csilla színművésznővel, ki Blaha Lujza életét sztárta elénk, az előadás előtt beszélgettünk. Nagyon szépen köszönöm először is a meghívást, meg azt, hogy én most ezzel az anyaggal bemutatkozhatom itt, mert ezek az estjeim, ezek úgy jöttek létre, hogy széles körben szerettem volna ezt a fajta művész sorsot megmutatni. A Blaha Lujza történet az a Dérinének a folytatása. Tehát nekem van egy Dériné monodráma estem, amivel már tavaly szerencsésen a Magyar Kultúra hetének keretén belül Szatmár Németiben felléphettem. De ugye egyrészt nagy ez a Székelyföld, nagy ez az Erdély, nagy ez a Románia, nagy ez a magyarság itt, ami itt van, úgyhogy még nagyon sok felé szeretnék majd még eljutni ezekkel az anyagokkal. Most otthonról jövünk, innen megyünk tovább Nagykárolyba. Én jászlány vagyok, van nekem egy jász kapcsolatom, a Székelyföldön dolgozik, és miután tudtam, hogy nekem most itt a nagykárolyiakkal lesz egy előadásom, ide úgy érdemes jönni egy picit hosszabb időre, vagy hogy több állomást érinteni, mert azért ez nagy távolság. És ugye hát látható, hogy itt nagy díszlettel, meg teherautóval, meg egy komoly apparátussal érkeztünk. Jó, hogy több helyszínünk van, mert a költséghatékonyabb, ezt kell mondanom. Terveim között szerepel, hogy idén még talán nyáron egy nagyobb turné erejéig vissza tudunk jönni. Akár ezzel, akár a Dérinével. Milyen itt Székelyhídon? Még nagyon sokat nem láttam, de holnap lesz lehetőségünk, hiszen csak délután kell átmenni Nagykárolyba, úgyhogy holnap azért kicsikét fel tudjuk itt térképezni a terepet. Azt tudom, hogy nagyon vendégszeretőek az emberek, mert hogy nagyon segítőkészek voltak ugye a polgármesteri hivatalnál, hogy nagy örömmel fogadtak bennünket, meg hogy készültek, meg hogy látjuk, hogy mennyi mindenben a segítségünkre vannak, meg hogy itt úgy érezzük, hogy a mi missziós munkánk az itt beérik. Tehát én várakozással, nagy szeretettel és nagy izgalommal jöttem, úgyhogy remélem, hogy a közönség részéről is fogom ezt viszont kapni, hogy ők is nagyon vártak már, és hogy nagyon szeretni fognak, mert én szeretettel jöttem. Nagyon-nagyon szépen köszönjük. Én is köszönöm. A Nemzetcsalogánya monodrámát Bezerédi Zoltán rendezte, dramaturg Perce Lenikő. Ezen az estén Darvas Ferenc remek zongora játéka kíséretében csendültek fel az ismerős dalok. És bár a színpad picike volt, s a fények sem olyanok, mint egy igazi színház fényei, a varázslat megtörtént.